Szeretném még egyszer megköszönni mindenkinek, aki lehetővé tette, hogy idáig eljutottunk. Bízom benne, hogy az érdeklődők és a vásárlók is mindazokat az előnyöket megtalálják benne, amit mi beleterveztünk, és amit beleépítettünk az elmúlt hónapokban. Felkerült a Bokréta a most épülő Városkapu lakóparkra, ugyanis az építkezés első üteme elérte a legmagasabb pontját. A munka a tervek szerint halad, az építkezést ősszel kezdték el. Fiatal koromban emlékszem rá, hogy itt egy sűrűn lakott része volt a városnak, itt volt a Virág utca, ahol álltunk az előbb, és ahol pont a lakópark épült. Ez a Virág utca, egy olyan utcája volt a városnak, ahol nem lehetett átmenni. Át lehetett volna menni elvileg, de gyakorlatban egy lovaskocsi se igazán fért el, mert olyan sűrűn lakott volt, kipakoltak az emberek, itt-ott egy hordó, egy állvány, valami volt. Az utca nem volt szilárd burkolat, a részeken még földes is volt, és ezt a területet az állami nagyvállalat kinézte, hogy akkor itt lesz egy lakótelep. Most a lakótelep az nem valósult meg, jött a rendszerváltás, a kisházakat elbontották, és ez a terület nagyon sokáig itt állt parlagon. 2019-ben választási kampányban ezen a területen tartottunk egy lakógyűlést, és a helyi lakók, az itteni lakókkal, és nagyon sok kritikát kaptunk, hogy miért nem kezd a város valamit ezzel a területtel. Akkor elmondtuk, hogy hát a város a magántulajdonon nem tud mit kezdeni igazán, és szerencsére változott a dolog, nem a város kezdett valamit, hanem a magántulajdonos kezdett valamit. Jött egy tulajdonosváltás, és elkezdődött ennek a lakóparknak az előkészülete, ami kisebb-nagyobb húzavonával, de sikerült megegyezni. Útcsatlakozást és gyalogátkelő helyet is épít majd a kivitelező, és a területen kialakított zöld felület is jóval több lesz az előírtnál. Gyakorlatilag egy zöld részeivel bővül a város, egy igazi lakóparkkal, amit látunk az építkezés során, magas színvonalú, jó minőségű lakásokat építenek, mennyezethűtés, fűtés, lifteket lesznek ezekben a házakban, tehát csak 3 emelet, de mégis liftes lesz, tehát egy kimondottan prémium minőségű lakópark épül itt. Tóth Gergely, a beruházó cég ügyvezetője elmondta, a lakópark 2 ütemben készül el. Összesen 117 lakás kerül majd értékesítésre a 2 ütem végén. Az első ütem mellett állunk, ahol 3 épület már szépen kinőtt a földből. Az első ütemben 57 lakást alakítanak ki. A lakások mérete a legkisebb az 53 négyzetméter, és a legmagasabb az 80 négyzetméter. Ehhez ugye nagy méretű teraszok is kapcsolódnak, ahol nem csak egy klasszik, idézőben lakótelepi méretű erkéről van szó, hanem tényleg teraszok, élhető életteret alkotó teraszok vannak még a lakásokhoz. Lakóparkban az előírtnál sokkal magasabb zöld felület van. Ugye több mint kétszerese a zöld felület az előírtnál, tehát körülbelül 50-60% közötti a zöld mutatónk ebben a projektben. Minden lakáshoz van parkoló, az első ütemben felszíni parkolókat biztosítunk a lakásokhoz, a második ütemet azt még garázsosan tervezzük, ennek a tervezése és engedélyeztetése folyamatban van. Az ügyvezető elmondta, a lakópark építését nem befolyásolják az emelkedő alapanyagárak. Több kérdés érkezett hozzánk, hogy hát itt ebben az építőipari piaci helyzetben valóban el fog-e készülni a lakópark, mindenkit meg tudok nyugtatni, hogy el fog készülni. Ennek azon több oka is van. Egyrészt ugye látván ezt a jelenséget, az építőipari anyagok nagy részét mi már előre berendeltük, tehát ez mind rendelkezésre áll, fogjuk tudni tartani az ütemtervet, úgyhogy az itt dolgozó vállalkozók is teljes kapacitással építenek, úgyhogy ilyen félelemtől nem kell tartani a rendő vásárlóinknak. Nem lesznek 1 millió forintos négyzetméter árak. Az értékesítés, ahogy mondtam, ma indul. Az árainkat hamarosan mindenki nyilvánosan látni fogja, de szó sincs milliós négyzetméter árakról. A célcsoportok azok akár a fiatal családosok, ugye a különböző támogatásokat mindig igénybe tudják venni a mi lakásainknál. A földszinti lakásoknál nagyon nagy kertület, valamelyik 100 négyzetméternél nagyobb önálló kertet biztosít saját használatban, tehát azok is megtalálják a számításokat, akik zöldebb környezetben voltak eddig esetleg, vagy zöldebb környezetre vágynak. A környezetbarát technológiáknak köszönhetően biztosítják a költséghatékonyságot, és így a zöld hitel is felvehető a lakások megvásárlásakor. Hefner Gábor, a projekt vezetője úgy véli, ez az elmúlt 20 év legnagyobb lakóépület beruházása Szekszárdon. A épülő házak nagyon modernek lesznek. Pont ma kaptam meg az információt, és nagyon örülünk neki, hogy az újonnan kiírt zöld hitelnek annak is meg fog felelni. Úgyhogy a leendő vevők abban is gondolkodhatnak,
hogy a zöld hitelt fel tudják venni ezekre az épületekre. Gáz már nem lesz egyik épületbe se, tehát abszolút csak elektromos árammal fog menni a hűtés-fűtés. Az is mennyezett hűtés-fűtés rendszer lesz, tehát külön klímaberendezésre nem is lesz szükség. Az épületekbe okos otthont is építünk, ami annyit jelent, hogy mobiltelefonról vezérelhető lesz az árnyékolás, a hűtés-fűtés rendszer és a kapu, a beléptetés is. A zöld terület és a parkolók száma is kétszer annyi lesz, mint a kötelezően előírt, és egy nagy játszóteret is kialakítanak majd, hogy még családbarátabbá tegyék a környezetet. A tervek szerint az első ütemet 2023 tavaszán adják át, míg a teljes építkezés legkésőbb 2024 éveleire befejeződik.